A Belső Somogyban a Kaszó ZRT területén található 300 hektár területű ősláp, a balátható kialakulása feltehetőleg a jégkorszakra vezethető vissza. A homoguckák közötti mélyedésekben agyagréteg rakódott le, amely vízzáró réteget alkotva összegyűjtötte a csapadékot. A tó mindenkori vízterületét a csapadékvíz határozza meg. Időszakonként a meder kiszáradni látszik, mint történt ez a 40-es és a 90-es években, de a bőséges csapadék hatására regenerálódott. A területet Boros Ádám botanikus fedezte fel 1922-ben. A védetté nyilvánítására azonban még újabb 20 esztendőt kellett várni. A pangóvízű, lefolyástalan lápfolt számos ritka állat- és növényfaj élőhelyeként is szolgál, melyek közül a hazánkban egyedül itthonos, húsevő, rovarfogó aldrovanda a legkülönlegesebb. További természeti érdekesség, hogy Magyarország mintegy 200 fészkelő madárfajából hozzávetőleg 70 költ a Balátán. Érdemes tehát ellátogatni ide, s egy kellemes kirándulást tenni a kaszói erdei kisvasúttal, valamint kipróbálni az erdőgazdaság által létesített tanösvényt. A lápmedrének a szerkezete nagyon érdekes, nagyon tagolt, kisebb-nagyobb nyílt vízterületek vannak. Tulajdonképpen a legnagyobb nyílt víz részét látjuk innen a toronyból, nem véletlen épült ide a madárkilátó is. Velünk szemben a nyugati oldalon van még egy hasonló, de ennél kisebb, igaz, hogy mélyebb nyílt vízterület, azon vízi növények se nagyon fordulnak elő, hogyha magas vízálláson ott elérheti a vízmélység a 3,5-4 métert is akár. Ezen a nyílt vízterületen, meg ennek a szélein úszó vízi növények gyökereivel összekapaszkodva kialakulnak úgynevezett úszószigetek. Tehát ezeken megtelepszik a por, mindenféle növények telepednek meg rajt, és ezek a szigetek a nyílt vízen, a szélirányító függően úsznak egyik partról a másikra. És amikor alacsony vízállás van, akkor ugye ez megfeneklik, ez az úszósziget, esetleg a következő év tavaszán legyökerezik, és egy következő egy-két év múlva érkező magas vízállásnál már nem tud felemelkedni vissza a vízszintre, és akkor ezen lévő növények elpusztulnak. Nagyon jó példa erre a déli öbölbe, ahol füzesek pusztultak, így maradtak víz alatt, és csak a csonkok állnak ki a mederből most is, ami visszament. Tehát azért a láp él, vegetál. Ez a centrum ad helyt a minden évben megrendezésre kerülő erdei vasutak napjának, ami az ország minden részéből, sőt külföldről is most már vonz vendégeket, a kis vasutak szerelmeseit. Korábban hajtányversenyeket szoktak hozni, hozták ide a saját építésű keskeny nyomtávú hajtányaikat a vasút szerelmesei, illetve hát különféle rendezvények vannak akkor ott fellé, a környező településeknek a énekkarai, táncosai szoktak föllépni, iskola színjátszó csoportok jönnek meghívott vendégként, és ez egy egész napos úgynevezett szabadidős program.